Sziasztok! A mai videóban ezt az alkalmi sminket fogom elkészíteni nektek a Max Factor újdonságaival, de ez nem csak egy szimpla smink videó lesz, mivel már néhány napja tesztelgetem ezeket a termékeket, így a tapasztalataimat, illetve a véleményemet is megosztom ezekkel kapcsolatban. Illetve lesz egy nyereményjáték is egy szuper Max Factor ajándékcsomagért, de ahhoz, hogy válaszolni tudjatok arra a kérdésre, amit a nyereményjáték feltételeként felteszek nektek a videó alatt, ahhoz mindenféleképpen érdemes végignézni a videót, ugyanis valahol el lesz rejtve a válasz a kérdésre. Ugye kíváncsiak vagytok arra, hogy hogyan készül el ez a smink a Max Factor újdonságaival, akkor tartsatok velem. Amint láthatjátok, egy picit már előre dolgoztam és az arcsminkemet elkészítettem. Most a Max Factor Miracle Match alapozót használtam, ami nem újdonság és már viszonylag régebb óta megvan nekem, de most próbáltam ki először és nagyon bánom, hogy eddig még nem használtam, ugyanis tök jó az az alapozó, mert nagyon szép fedése van, egy ilyen jó kis közepes fedés lehet vele elérni, tehát még a bőrhibákat is egészen szépen elfedte, és ami különösen tetszik, az az, hogy nem egy ilyen full matt finise van, hanem ad egy ilyen enyhe ragyogást a bőrnek, ami nekem nagyon-nagyon bejön. És akkor térjünk is rá a lényegre, a szemsminkre, amihez a Max Factor egyik újdonságát fogom használni, a Masterpiece Nude palettát a 01-es Cappuccino Nudes árnyalatban. Ez egy limitált paletta, és 8 szín található benne. A színösszállítás szerintem nagyon jól sikerült, hiszen találunk benne világosabb árnyalatokat, közepes árnyalatokat, illetve sötétebbeket is. Nekem nagyon tetszik egyébként, hogy nem fekete szín került a palettába legsötétebb árnyalatként, hanem egy ilyen nagyon-nagyon sötét barna, amivel szerintem lemekül lehet mélyíteni. Vegyesen vannak benne matt, illetve fényes árnyalatok. A festékek textúrája egyébként nagyon bársonyos, bár amikor az ecsetet belemáltom, akkor egy picit porolnak, de megmondom őszintén, hogy én már ezen annyira nem akadok fent, ettől függetlenül nagyon jól lehet dolgozni velük, nagyon jól pigmentáltak, tehát tényleg nagyon erőteljesek a színek, és a szemhíjon is tényleg nagyon szépen mutatnak. Egyébként bőrkondicionáló összetevőkkel gazdagították az árnyalatokat, így ugye még simább, egyenletesebb és tartósabb lesz a végeredmény. De akkor nem is húzom tovább a szót, hanem kezdjük azzal, hogy ezt a fényes színt egy lapos ecset segítségével felviszem a teljes mozgó szemhéjra. Hiszen belemáltottátok az ecsetet a szemfestékbe, mindenféleképpen érdemes leütögetni a felesleget, mert akkor nem a szemetek alá fog potyogni, ami esetleg lehullana. A következő lépés az lesz, hogy ezt a matt, világos barna színt, ezt elsatírozom itt a mélyítő vonalon egy pufi satírozó ecset segítségével, ezzel kicsit elsatírozom az előbb felvitt fényes színt. Egy kisebb fejű satírozó ecset segítségével viszek fel ebből a matt, sötétebb barnából ugyanúgy ide a mélyítő vonalra, csak mivel most egy kisebb ecsetet használok, így egy picit koncentráltabb lesz. Maradok ennél a pici ecsetnél, és a paletta legsötétebb színével fogok füstösíteni, illetve mélyíteni itt a külső szemzugban. Most egy picit visszamegyek erre a fényes színre, amit a szemhíjamon használtam, és megerősítem vele, mert itt a satírozásnál egy picit veszített a fényéből, illetve az intenzitásából. Most pedig ezt a fényes barna színt fogom felvinni az alsó szempillák tövéhez. Fogom ezt a kis hegyes ceruza ecsetet, és ezt a fényes, picit rózsaszínes, világos színt felviszem a belső szemzugba, ettől egy picit nyitottabb lesz a tekintet. Úgy
ugyanezzel a fényes színnel fogom kiemelni a szemöldök csontomat is. A szemsminkkel nagyjából el is készültünk, de én most fogok tust is használni, mégpedig a Max Factor Masterpiece High Precision szemhéjtust, ami egy nagyon érdekes kis tus, szerintem még nem igazán találkoztam ilyesmivel, azt is mondhatnám, hogy első látásra eléggé szokatlan. Ennek ilyen nagyon érdekes lapított feje van, ami azt jelenti, hogy ha az élével húzunk vonalat, akkor ugye nagyon szép, precíz, vékony vonalat tudunk húzni. Hogyha viszont elfordítjuk, akkor egy sokkal vastagabb és drámai tusvonalat tudunk készíteni. Nagyon szépen pigmentált, intenzív fekete színe van, pont annyi festék jut a tusnak a hegyébe, amennyire szükségünk van, és ami nagyon fontos, hogy dörzsölés álló, ezt én le is teszteltem. Valóban, hogyha megszárad úgymond, akkor az tényleg ott is marad. Úgyhogy most ezzel a tussal fogom meghúzni a tusvonalat. El is készültem, én most csak ilyen nagyon kis visszafogott cicás tusvonalat húztam, nem akartam túlzottan vastag és drámai tusvonalat csinálni, de azt gondolom, hogy nagyon jól lehet használni még ilyen kis vékony és finom tusvonal húzásához is ezt a fajta tust. Meg kell szokni, tehát lehet, hogy kell egy kis gyakorlás, mert azért mégiscsak egy picit talán szokatlan ez a fajta szemhéjtus, de abszolút bele lehet jönni. És akkor a szemsmink megkoronázásaként jöjjön a szempillaspirál. A Max Factor Masterpiece Max High Volume and Definition szempillaspirált fogom használni. Ennek szilikon keféje van, viszont láthatjátok, hogy picit ilyen hosszított, nem túl duci kefe, tehát nagyon jól lehet használni. Gyönyörűen szétválasztja a szempillákat, egyáltalán nem tapasztja őket össze, nem csomósodik, akár két rétegben is nyugodtan fel lehet vinni, sőt én két rétegben szoktam használni, mert úgy érzem, hogy úgy tudom igazán elérni azt a wow hatást. Nagyon szépen dúsítja és íveli a pillákat, tényleg gyönyörű szempillákat lehet vele csinálni, és amit még külön szeretek benne, az az, hogy nem lesznek tőle ilyen természetellenesen kemények a pillák, ugyanis nem visz fel túl sok festéket. Én nagyon sok szempillaspirálnál azt tapasztalom, hogy amikor ugye kihúzom a tubusból, látom, hogy túl sok festék van rajta és le kell húzogatni, na ennél nincsen ilyen, ez pont a megfelelő mennyiséget viszi fel a pillákra, és ami még nagyon fontos, hogy nem pereg, és nem maszatolódik még 40 fokban sem, de akkor most megmutatom nektek gyakorlatban is. Mindjárt jöhet a rúzs, de előtte még azon gondolkodtam, hogy a palettából ezt a fényes színt simán lehetne akár highlighterként is használni, úgyhogy én most ki fogom próbálni. Ó, igen, abszolút. Nézzétek, milyen gyönyörű fénye van. Brutális. Végül a smink megkoronázásaként jöhet a rúzs, a Max Factor Lipfinity rúzst fogom használni a 60-as Evermore Lush árnyalatban. Imádom ezt a rúzst, de tényleg egyrészt a színe miatt tökéletesen lehet hordani akár hétköznapokon is, de alkalmakra is gyönyörű, és a másik, amit nagyon szeretek benne, az a textúrája. Nagyon krémes, egyáltalán nem szárítja az ajkakat, és szerintem gyönyörűen mutat az ajkakon, de mindjárt láthatjátok. Szerintem isteni ez a rúzs, a színe is, a textúrája is, a finise is, úgy ahogy van, tökéletes. Ezzel el is készült ez az alkalmi smink, bízom benne, hogy tetszik nektek maga a smink, illetve a bemutatott termékek is. Remélem, hogy kedvet kaptatok valamelyikhez. És ahogy említettem a videó elején, a Max Factor jóvoltából egy szuper nyereményjátékon vehettek részt egy Max Factor ajándékcsomagért. Hogyha szeretnétek nevezni, akkor kérlek, hogy olvassátok el a videó alatti feltételeket, ugyanis azok alapján tudtok nevezni. Hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozzunk következő alkalommal is. Sziasztok!